Na sziasztok! Először is szeretném azzal kezdeni a videót, hogy amit halljátok, végre van egy normális mikrofonom. Úgyhogy el lehet felejteni ezt a recsegő szart, amivel eddig vettem fel a videókat. Ez azért van, mert végre sikerült vennem egy normális, rendes Logitech mikrofont, és nem kell webcammal rögzíteni, ugye eddig webcammal rögzítettem, azért lett olyan a minőség, amilyen. Na hát ennek most már vége, úgyhogy öröm bódottá. Amit látjátok, az idegléssel szeretnék most egy kicsit foglalkozni, mégpedig azért, mert indítanék egy olyan sorozatot, amely az ilyen áldokumentum filmeket venné górcső alá, és hát mi se lenne jobb belépő ezeknek a filmeknek a világába, mint az ideglelés, szerény véleményem szerint. Úgyhogy most egy kicsit akkor lássuk az ideglelést, ugye The Blair Witch Project-et. 99-ben jelent meg a film, és én utána pár évvel láttam VHS-en, könyvtárból sikerült kihozni, kikölcsönözni, de a mai napig nem tudom, hogy vettem rá anyámat, hogy kikölcsönözze nekem ezt a filmet. Na mindegy, az a lényeg, hogy valahogy sikerült oda csempésznem a mesekazetták vagy mik közé, és akkor otthon meg tudtam nézni. Hát jó, azért ez túlzás, hogy meg tudtam nézni, mert a végét, ugye emlékeztek a végére, az a pincés jelenet, azt konkrétan harmadjára vagy negyedjére mertem csak megnézni. Előtte mindig ott álltam a tévé mellett, és akkor ott rettegtem. Azért, mert baromi ütős lett ez a film, tehát ő horror szempontjából azért rohadt jó film, és szerintem a mai napig megállja a helyét. Ugye a 99-ben hát horrorfilmekből eléggé pangás volt, úgymond, hát mondjuk ott volt a hatodik érzéklán, az 99-es. A fene tudja már, na mindegy. És hát mint ilyen kukorica gyermekei folytatások voltak, meg ilyen huszadrangú Z-kategóriás szarfilmek, és akkor betoppant az ideglelés, és akkor mindenki el volt hájulva tőle, jelzem jogosan, mert tényleg egy rohadt jó kis filmről van szó. A sztorival szerintem nagyjából tisztában vagytok. Három főiskolás elindul a Barkesville erdőbe, hogy a híres nevezetes Blairi boszorkány nyomára bukkanjanak, és mindezt egy VHS kamerával dokumentálják. No hát aztán bejut a krach, ugye eltévednek az erdőben, jönnek a bonyodalmak, furcsa események veszik kezdetüket, éjszakánként különféle hangokat hallanak, kezdenek teljesen megzavarodni, és hát ugye róják ott a köröket az erdőben, nem tudnak kijutni. Azért itt mondjuk megjegyeznék egy ilyen logikai bakit, tehát emlékeztek arra a jelenetre talán, amikor Josh, talán egyiket Josh-nak hívták, Josh belöki a térképet a patakba. És akkor ott a többiek neki állnak, hogy úristen, miért csináltad ezt a barom, hát most soha az életben nem fogunk kijutni az erdőből. Hát basszátok meg, ott van a patak, tehát követni kell a patakot, és előbb-utóbb kijuttak az erdőből, tehát teljesen logikus. Na mindegy, hát tudjuk be annyinak, hogy ők amerikaiak, tehát hülyék. Ez egy kicsit rasszista módon hangzott, de mindegy. No, és ugye Josh az egyik, ők Mike a másik, és Heather a harmadik, ugye ő a, hát nem azt mondom, hogy főszereplő, de központi karakter, úgymond. Én elkövettem azt a hibát annak idején, hogy magyar szinkronnal néztem ezt a filmet. Jó, hát akkoriban ugye még nem lehetett váltani hangsávot, mert a DVD az még egy ilyen hatalmas nagy újdonságnak számított, nem is volt kb. Senkinek DVD lejátszója. És akkor mondjuk VHS-en lehetett kihúzni a könyvtárakból is a filmeket. És én elkövettem azt a hibát, hogy magyar szinkronnal néztem meg. Na most srácok, emlékeztek rá, hogy Heathernek mennyire kurvára irritáló magyar szinkront adtak. Tehát egy olyan nőt sikerült találni neki, nem tudom, hogy ki szinkronizálta, de valami borzalmas minőség volt. Tehát az Evil Dead 2 volt nekem sokáig az a film, aminél úgy gondoltam, hogy ennél irritálóbb magyar szinkron nem születhet. És erre jött az ideglelés, és ezt megdöntötte. Tehát 20-szorosan megdöntötte, mert Heathernek a szinkronja az borzalmas. Folyton nyivákol, folyton ordibál, de akármi van, folyton. Tehát olyan kétségbeesett siránkozása van annak a nőnek, még akkor is, amikor csak a patakon kell átkelni, akkor is úgy siránkozik, mintha éppen már a boszorkány gyilkolná. Na mindegy. Azért egy kis érdekességet így még megjegyeznék. Közben eszembe jutott, hogy a film bemutatóját követően egy évvel, ugye 2000-ben, megjelentem három videójáték is, ideglelés témában. Az első volt a Rust in Par, a második a The Legend of Coffin Rock, és a harmadik a The Ellie Kedvart Tale. Én mind a hárommal játszottam, ezt vedd meg kiadásba, sikerült beszereznem mind a hármat egy 576 kilobajt üzletben, és öröm bódottá volt akkor is, mert 1990 forintért hozzájuthattam tök jó ideglelés játékokhoz.
akkor még nem voltam ilyen torrentezés, meg mit tudom én micsoda. És emlékszem, hogy az első rész az a 40-es években játszódott, és leginkább az kapcsolódott a filmnek az eseményeihez. A második rész azt hiszem, hogy az amerikai polgárháború idején játszódott, az már nem volt annyira jó, és a harmadik az már ilyen indiános, misztikus, vudús, 1700-es évekbeli kalandozás volt, az meg már végképp nem volt annyira jó. Én az egyre mondom azt a mai napig, hogy ez egy tök jó horror videójáték, és teljesen megállja a helyét. Szóval annak idején egyébként a GameStar-ba párhuzamba állították a szintén akkor tájt megjelenő Silent Hill 2-vel, és egy nagyon picivel lehagyta a Silent Hill 2, azt hiszem, hogy a sztori miatt. De így a paráztatásban, meg ezekben a jumpscare jelenetekben szerintem az ideglelés első rész, ez a Rustin Park, ez simán üti a Silent Hill 2-t. Ja, igen, emlékszem, hogy volt egy olyan rész, hogy ilyen mosdó volt, ugye megérkeztél a főszereplővel, és akkor volt egy ilyen hotelszobád, ott volt egy mosdó, és akkor oda kellett kimenned éjszaka, mert felkeltél ilyen különféle hangokra, és akkor kimentél, hát tök sötét volt az egész szobában, ugyanúgy a fürdőszobában is, és akkor felkapcsoltad a lámpát, és akkor itt valami rémiség ült a kádban, ilyen hatalmas nagy farkas emberszerű szörny, és akkor az úgy kirontott az ajtón, hát ott kb. Egy a szívbaj kerülgetett. Na de most térjünk vissza a filmhez, ugye az idegléshez. Annyira jó vírusmarketinget kapott ez a film, hogy a mai napig én azt mondom, hogy le a kalappal. Tehát én utoljára kb. Egy a Cloverfieldnél láttam ennyire jó vírusmarketinget. Hát akkor volt én, hogy csináltok ilyen álweblapokat ugye a Cloverfield-beli eseményeknek. És ezt már az ideglés 99-ben meglépte. Tehát már akkor olyan jó kis álweboldalakat hoztak létre, amelyek mind azt bizonygatták, hogy ezek az események igenis megtörténtek, és amit a filmen látunk, azok valós történések. Hát nyilván nem azok voltak, de nagyon jól állították be ezeket a dolgokat, hogy tényleg azok. Például nagyon sok spontán jelenet van a filmben, ugye a rendező az a forgatókönyv nagy részét nem ismertette a színészekkel, tehát rengeteg ilyen spontán jelenet van a filmben, és a bemutató után egyébként a rendező volt annyira szemét, hogy el is rejtette hetekig a színészeket, tehát nem engedte őket nyilvánosság elé, hogy még inkább táptalajt adjanak annak a históriának, hogy ők tényleg eltűntek ott a Bárkecüli erdőben. Na hát arról meg már nem is kell beszélni, hogy utána mekkora nagy turista látványosság lett ez a Blairi boszorkány, meg ez a Bárkecüli erdőbe való túrák, stb. Úgyhogy, hát igen. Szóval ez a film, ez eléggé komoly volt annak idején. És tudom, hogy nem ez volt az első áldokumentumfilm, mert korábban is virágzott ez a műfaj, és horror témában, ugye például ott volt a Cannibal Holocaust, talán néhány ismeritek. Na most ezt én a mai napig nem láttam, és nem is fogom megnézni soha, mert tudjátok, az a kannibálos film, amiben valódi állatokat gyilkolnak, és hát nekem ez nagyon nem fekszik, úgyhogy én kerülöm ezt a filmet mind a mai napig, és remélem, hogy a készítője a pokoltüzén fognak elégni. Na, ezt csak így zárójelben jegyeztem meg. Szóval ideglelés. Készült második része, arra is emlékszem, hogy készült egy második része az ideglelésnek, talán Book of Shadows, valami ilyesmi volt az alcíme, és arra is emlékszem, hogy azt is sikerült kihoznom könyvtárból, vagy kihozatnom könyvtárból, és azt is megnéztem, de már nem tudnám megmondani nektek, hogy miről szól. Kicsit olyan gonosz halott beütése volt ott a sztorinak, hogy néhány egyetemista, vagy főiskolás, vagy mit tudom én kik, elmennek ebbe a Bárkecüli erdőbe, és akkor ott valami faházban megszállnak, valami ilyesmi volt, és ott elszabadulnak a démonok, meg mit tudom én. De arra emlékszem, hogy hát nem volt olyan nagy hatással rám az a film, tehát az első részhez képest kismiska volt, tehát rohadtul nem fogott meg annyira, mint maga az első rész. És arra is emlékszem, hogy nagyon utáltam a másodikat, mert egyértelművé tette, hogy az első rész az kamu. Tehát a második részben már direkt úgy mentek oda azok a fiatalok, hogy tudták, hogy az első az kamu, és akkor most ezért utána járnak, hogy mi is a valóság alapja annak az egésznek, amit ugye az első részben felvázoltak. Na ennyit a második részről, arról nem lesz videó, mert azt a filmet nem szeretem, de az ideglelés az nagyon nagy kedvencem mind a mai napig. Úgyhogy, hát ja,
Szerintem akinek kimaradt volna, mondjuk nem hiszem, hogy van olyan, akinek egyáltalán kimaradt az ideglelés, az mindenképpen pótolja, de ha kérhetem, akkor csak eredeti angol hangsával. A magyar szinkront azt messzire kerüljétek, aki meg esetleg felelevenítené egy kicsit az idegleléses élményeit, emlékeit és újra nézné, az is tegye meg inkább eredeti hangsával, mert oké, hogy magyarok vagyunk, lusták vagyunk, nem szeretünk feliratokat olvasni, stb., de higgyétek el, hogy ennél a filmnél hatványozottan igaz az, hogy az eredeti hangsával messze jobb. No. Hát, ja, nagyjából ennyit szerettem volna elmondani erről a filmről. Lesznek még ilyen A-dokumentum film bemutatók, mert most nagyon ráfeküdtem erre a témára, ugye a játék bemutatók mellett. Most már van egy normális mikrofonom, amivel tudok rögzíteni, és nem azt a recsegő szart kell hallgatnotok. Úgyhogy lesznek még ilyen videók. És még annyit szeretnék elmondani, hogy ha az ideglelés így bejött nektek, és most esetleg újra néznétek, de mondjuk nem olvastatok annak idején utána a háttérsztorinak, tehát ennek a mítosznak, amit így kreáltak köré. Mert különféle rendőrségi jelentéseket csináltak, beszámolókat, szemtanúk vallomásait, jegyzőkönyveket, tehát rengeteg olyan dolgot csináltak, persze nyilván ezek nem valóságosak, de mégis úgy csinálták meg őket, mintha ezek valóságosak lennének, és ez nagyon jól sikerült, ez nagyon sokat dob hozzá a hangulathoz. Tehát, hogyha esetleg újra néznétek mostanában, akkor mindenképpen keresétek fel a hivatalos weblapot, és akkor ott van egy olyan, hogy Mythology, ott rengeteg weboldalra tudtok eljutni, hogyha ott kattingattok, és akkor egy kicsit utána tudtok olvasni, hogy ki is volt ez a Blairi boszorkány, hogy egészen az 1700-es évekig vissza tudjátok keresni, és ez egy nagyon jó pofa, tehát nagyon jó kis háttér sztorit, háttér történetet ad az egész filmnek. No, hát ugye most már az elég nagy változásokon esett, tehát ugye az A-dokumentum filmnek műfaja, a Paranormal Activity egy újabb lökést adott neki, és most már nincsenek ilyen VHS kamerázások. Hát jó, hát mondjuk előfordulnak még ilyen old school found footage filmeknél, de most már inkább ezek a házba felállított biztonsági kamerák, rejtett kamerák, sőt, most már ugye Megan is Missing, meg a The Den óta ez a Sky beszélgetés felvételek, meg ilyen chat ablakok, meg ilyesmik futnak nagyon. De 99-ben ez még egy rohadt nagy újdonságnak számított, és az ideglelésnek egyébként szerintem rohadt jól áll ez a VHS-es kamerás stílus. Nézzétek csak meg. Úgyhogy, ja, erről ennyit, és akkor jönnek majd még filmek, most már azon agyalok éppen, hogy mi legyen a következő áldoksi horrorfilm, amit bemutathatnék. Hát addig meg aztán kitartás nektek, és hogyha van kedvetek a Bárkecfili erdőben egy kicsit kalandozni, bolyongani, akár csak így film formájában, akkor ne habozzatok újra megnézni az ideglelést, mert tényleg egy kult horrorfilmről van szó. Na, hát akkor sziasztok!